Miután sikeresen létrehoztuk a projektet, nekivághatunk az aritmetikai áramkörök megépítésének. Az első áramkör egy félösszeadó áramkör lesz. Új forráskódot hozunk létre, egy VHDL modul típusú forráskódot, aminek félösszeadó lesz a neve, és a projektbe benne kell legyen, tehát hozzá kell adni feltétlenül. A félösszeadó modulnak két bemenete van, az A és a B a két összeadandó bit, illetve két kimenete, a szumma és a túlcsordulás, amit CY-nal, carry-vel jelölünk. Mindegyik bemenet és kimenet egy-egy standard logikai változó lesz. A Xilinx fejlesztő felület generálta az entitás részt. Itt látható. Félösszeadó lett a neve a modulunknak. AB bemenetek, STD Logic, ezek egy-egy bittet tartalmazó bemenetek, standard logikai változókat tartalmaznak, és a summa, illetve a carry a két kimenetünk. Felhasználjuk az IEEE függvénykönyvtárat, és ebből az STD Logic alkönyvtárnak az összes elemét. Amit mi meg kell írjunk, az a VHDL modul architektúra része. A begin és az end között meg kell adjuk, hogy mivel lesz egyenlő a summa. A summa A XOR B, tehát kizáró vagy, kaput használunk, míg a túlcsordulás az A AND B, azaz A és B, egy logikai és függvényt használunk. És ezzel készen is vagyunk. Lementhetjük a save parancssal a VHDL modulunkat, és a következő lépésben a szintézist kell elvégezzük. Amennyiben a szintézis sikeres, a konzolban egy üzenetet kapunk. A szintézis sikeresen végrehajtódott, illetve ki van pipálva a szintézis folyamat, jelezve a zöld pipa, hogy helyesen futott végig a szintézis folyamat.